kicsivel több mint 3 hónapja irányítja a Budaörsi Sportcsarnokot Székely Bulcsú létesítményvezető, nem mellesleg olimpiai bajnok vízilabdázó. Milyen sportágak élveznek prioritást? Itt ugye tavaly volt egy utánpótlás kézilabda világbajnokság, de ha az ön sportolói múltját nézem, akkor előbb-utóbb a vízilabda is a középpontba fog kerülni. Itt nem biztos, hogy a középpontba fog kerülni, hiszen azért a hazuszodát nézem, akkor nagyon-nagyon jó és magas színvonalú saját oktatásunk van. Az úszás oktatás, nem sokára indul a babaúszás, amit ugyancsak mi fogunk csinálni, de hát nyilván itt azért a sportákat keresők megtalálják a szinkronúszást, az aquafitness-t, és hát céljaink között szerepel például a várandós mamáknak speciálisan az aquafitness. Ha a csarnokot nézzük, akkor nyilván ugye itt az utánpótlás kézilabda világbajnokságon nagyobb fényt kapott, nagyobb figyelmet kapott kézilabda, az amit ki kell emeljünk, de hát azért meg lehet találni a futszáltól kezdve a judó, az asztalitenisz, elsősorban az uszoda, nyáron természetes stranddal, meg kell, hogy feleljünk, és igyekszünk is megfelelni a lakosság igényeinek. Lehet azt mondani akkor talán, hogy vegyes funkcióval bírnak, tehát egyfelől a tömegsportot és az egészséges életmódot is szolgálni kívánják, másfelől az élsportolók nevelésébe is belevágnak. Tömegsport nincsen élsport nélkül. Ezt az egyensúlyt kell nekünk valahogy úgy kordában tartani, hogy mellette tényleg az se szenvedje hiányt, aki idézelve csak le akar jönni 1-2 óra az úszodába úszni, szaunázni. Úgyhogy ezek között tevezgetünk és próbálunk tényleg a lehető legoptimálisabb állapotot megteremteni. Milyen a kihasználtsága a létesítménynek? Van-e még olyan terület, szelet, ahol jobb lenne, hogyha több sportág, újabb sportágok elindulhatnának, lenne erre igény? Nagyon-nagyon zsúfolt a létesítménynek a kihasználtsága. Talán a délelőtti időszak az, ahol kellene gondolkodnunk. Nyilván ez egy nagyon nehéz megoldani, hiszen délelőtt sem a lakosság általában, sem az iskolákkal nem olyan egyszerű feltölteni a létesítményt. Ezen kell gondolkozzunk. És ami sokkal fontosabb az, hogy a meglévő kihasználtság mellett azt a minőségi szolgáltatást tudjuk nyújtani, amit elvárnak a budaörsi lakosok. Nagyon szeretném, hogyha ezt a csarnokot valóban ki lehetne úgy használni, hogy akár koncertek, akár céges rendezvények, vagy akár olyan művészi előadásokat tudnánk idehozni, ami nagy népszerűségnek körben. Emellett meg kell találni azt a rendezvényt is, ami a családokat mozgatja meg. Tehát ami nem egy-egy sportágra specifikálódik, hanem olyan családi programokat, amivel gyakorlatilag mind a sport, mind a kultúrát tudjuk gyakorlatilag közösen, tehát olyan napokat is szeretnénk megtervezni, megálmodni. Ha jól veszem ki a szavaiból, akkor a fő cél az lenne, hogy ide jöjjenek komplett családok, gyerekestül, itt a szülők is megtalálják a számításaikat, a gyerekek is megszeressék a sportot, de talán egy élsportot elkezdjenek művelni, és még este visszajöjjenek valamilyen kulturális rendezvényre. Ha lehetne idealisztikus képet, akkor valóban ez lenne. Nyilván azért ezt egy nap alatt, vagy ezt egy rendezvénnyel megoldani, szerintem sem nekünk, sem másnak nem nagyon sikerülhet. A fő célokat egyébként valóban elmondta, tehát nagyon fontos az, hogy a családok idejének, nagyon fontos az, hogy úgy gondolom, hogy Budaörsön már nagyon jól ismerik a létesítményt. Budaörs körzetében ugyanakkor, vagy itt a budai kerületekben azért vannak olyan rétegek, akik esetleg nem ismerik. Nyilván nekik megpróbáljuk ezt ismerté tenni, és hát mivel tudjuk a legjobban ismerté tenni, hogyha ha olyan eseményeket, és ez most lehet sport, lehet kulturális, lehet családokat megmozgató eseményeket tudunk ide hozni, ami a figyelmet ide összpontosítja. Másnak, vagy egy sportolónak 15-20 évet kell arra készülnie nap, mint nap, hogy megnyerje mondjuk egy világbajnokságot, addig sajnos ma leül a valamelyik játékkonzol elé, és
és egy óra alatt megnyeri háromszor ugyanezt a világbajnokságot. Nyilván ez egy kicsit kisarkítva, de azért jelzi azt, hogy ma sokkal nehezebb megmozdítani a gyerekeket, más lett a világ, mint az én időmmel. És más a sportklubok helyzete is, akik ott tudják tartani a gyereket. Én jó magam annak ellenére, hogy az élsportban töltöttem több mint 30 évet, annak ellenére mindig ezt mondom, és ezt tartom a saját gyerekeimmel kapcsolatban is, hogy a legeslegfontosabb cél a gyerekeknél azt elérni, hogy és ez teljesen mindegy, milyen sportról beszélünk, hogy magát a mozgást megszeressék azt, hogy teljesen mindegy, hogy kimegy egymaga vagy a barátaival a térre kosárlabdázni, focizni vagy lejön úszni egy strandra. A lényeg az, hogy megszeressék, és hogyha kialakul ez a fajta öröm, ha kialakul a gyerekben az, hogy valóban nem a játékkonzolt választja, vagy az internetet, hanem vagy a plázákat, hanem kimegy a térre, lemegy egy sportlétesítménybe, akkor onnantól már a létesítményben dolgozó szakembereknek a felelőssége az, hogy az a gyerek az nem megutálja, hanem megszeresse ezt a mozgást, és ha megszereti, akkor saját magába ki fog alakulni arra a vágy, hogy adott esetben, hogy ő ezt komolyabban gondolja, ezt már ne csak tömegsport jellege, hanem valóban versenysport jelleggel szeresse. Olimpiai bajnok azért mégiscsak példakép, hogyha ön csobban a medencébe, akkor biztos több gyerek kedvet kap, gondolom én. Igen, ez egy optimális állapot lenne. Az a tapasztalat, hogy egy-egy világ eseményen elért jó eredmény az, ami általában a gyerekeknek a figyelmét, vagy legtöbbször a szülőknek a figyelmét oda terül, és hogyha van egy olimpián egy jó kézilabda eredmény, vagy például a utolsó olimpiát leszámítva, ugye 3 olimpia arany a vízilabdában, ha megfigyelhető az, hogy sokkal több gyereket hoznak le a sportágba, ugye abból több tehetséget is ki lehet választani, nagy a felelőssége azoknak a személyeknek, akik esetleg elértek valamit, akikre odafigyelhetnek, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez legtöbbször inkább a családból kell, hogy jön ez a fajta invit, és ez a fajta hogy a gyerek azt lássa, hogy a szülő is néz sporteseményeket, maga is mozog, tehát nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy milyen közegben nő fel egy gyerek. Az oktatáson ott ugye a technikajavítás a fő lényeg, főleg akik már mély vízbe úsznak, mert már a kis vízbe megtanultak 3 úszásnemet. A technikajavítás van az edzésen, meg azért már kapnak állóképességi terheléseket is. Az oktatásunk az 4 éves kortól folyik, hát egészen ugye 14 éves korig. Az edzésem meg a legkisebb gyerekem 6 éves, a legnagyobb meg 13 éves. Az oktatásba szoktuk javasolni azoknak a szülőknek, illetve gyerekeknek, akik már elég szépen úsznak, és azt látjuk, hogy az edzés menne nekik, hogy van lehetőség ilyenre, hogy szeretnék-e vagy sem, és akkor a szülő eldönti, hogy szeretné-e. Hogyan tudja egy úszásoktató, egy edző népszerűvé, szerethetővé tenni ezt a sportágat? Igazából ugye a versenyúszás, ott a gyerekek az eredmények után kapnak kedvet ahhoz, hogy ők a versenyzés után, az elért eredmények után kapnak kedvet ahhoz, hogy lejárjanak az edzésekre, illetve ugye az a társaság, amiben belekerülnek, az ugye szerethetővé teszik nekik az egész környezetet. Illetve hát, hogyha az edzőket szeretik, akkor probléma nincsen. Felteszem, hogy magát szeretik. Nem volt még panasz ilyen téren rám, hogy nem szeretnének. Szigorúnak tartanak, ezt belátom, de ebből lesz eredményük. A sport, különösen az élsport, az azért nagyon kemény munka és fárasztó, fizikailag, lelkileg. Ön személyesen hogy tudja ezt oldani? Szoktunk az edzésekbe ugye belevinni egy-két ilyen pihentető edzést, játékosabb edzést, illetve ugye az ünnepek előtt meg születésnapokat ünnepelni, stb. Úgyhogy ilyesmivel lehet oldani a gyerekeknél azt, hogy a stresszt meg a kemény edzéseket egy kicsit felejtsék. Gondolom, hogy mindenkinek javasolható az, hogy járjon úszni, tanuljon meg úszni, de nem mindenkiből lesz eredményes sportoló. Ezt nehéz elmondani a gyereknek vagy a szülőknek, aki esetleg valamilyen győzelmi babérokra ácsingózik, vagy van erre is egyfajta módszer, technika?
Igazából el szoktuk mondani, mert muszáj elmondani, mert ugye a gyereknek is csak egy kudarc, hogy nem jönnek az eredmények. Ekkor szoktuk javasolni a tanfolyami úszásunkat, hogyha nem szeretné abbadni az úszást, de az edzés az meg soknak bizonyul, hogy menjenek vissza a tanfolyami úszásra, és akkor folytassák ott. Ott is ugyanúgy egy órás edzést megkap, vagy hát úszásoktatást megkap, úgyhogy általában beszokták látni a szülők is, még nem találkoztam ilyen jellegű problémával. Muszáj sajnos nekünk egy kicsit keménynek lenni, amiért a gyerekek úgy gondolják, hogy szigorúak vagyunk. És a szülőkkel milyen a kapcsolat, hiszen főleg egy 4 éves, 5 éves, 6 éves gyerek esetében nyilván a szülőkkel is kommunikál, beszélget, érdeklődnek, vagy csak leadják ide a gyerekeket, aztán jönnek értük? Nem, mindig érdeklődnek a gyerekek, hogy haladnak, hogy mikor mennek következő csoportba, mikor mennek följebb. Igyekszünk tartani velük természetesen a kapcsolatot. Az edzésen meg mindenféleképpen tartjuk a szülőkkel a kapcsolatot, napi szinten beszélgetünk, ugye a gyerekeknek a fejlődéséről is, meg az edzés munkáról is.